Üdvét Görög Ádám, és ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan építettem 5 darab bevételi forrást, pontosan mik azok, mi a sztori mögöttük, és nagyjából mennyi bevételt termelnek havonta. Egy ilyen témájú videó esetében nagyon fontos rögtön az elején kiemelni, hogy természetesen a célom nem az, hogy felvágjak azzal, hogy mennyi pénzt keresek. De annak idején nekem is kulcsfontosságú volt, hogy láttam más sikeres fiatal vállalkozókat, tudtam, hogy sokat keresnek, és így volt egy bizonyítékom, hogy ez egy járható út. Ezért remélem, hogy ez a videó sokak számára inspiráló lesz. Nagyon fontos megjegyezni, hogy senkinek nincsen szüksége annyi pénzre, mint amiről itt a videóban szó van. Nem szeretném, hogyha bárki azt gondolná, hogy ez jelenti a sikert. Én mindig úgy gondoltam a pénzre, mint az értékteremtés melléktermékére. Az elmúlt években pedig arra koncentráltam, hogy ezen a területen minél jobbá váljak, amire természetesen nagyon büszke vagyok. De még egyszer fontos kiemelni azt, hogy azt szeretném, hogy úgy kezeld ezt a videót, mint egy bizonyítékot, hogy abszolút lehetséges Magyarországon fiatalon anyagilag sikeressé válni. Az első és magasan legmagasabb összegű bevételi forrásom a képzések, azon belül is ki kell emelni a vállalkozások indításával foglalkozó gyorsítósáv tréningemet, ami az elmúlt években az időm 90%-át vette igénybe. Persze vannak emberek, akiknek nem tetszik az, hogyha valaki tanfolyamok eladásával keres pénzt, de ők egyszerűen tévednek. Tehát én az egész életem során szeretnék valamilyen formában képzéseket tartani, mivel ez a legfontosabb dolog, amivel hozzá lehet járulni valakinek az életéhez. Az első ilyen témájú képzésem előtt több más témában is tartottam tanfolyamokat, amik nagyon szépen futottak. Egy idő után viszont elkezdtek kérdezősködni a klienseim, hogy mi lenne, hogyha arról is tartanék egy tréninget, hogy én hogyan építettem a vállalkozásomat. Eredetileg önfejlesztéssel foglalkoztam, de gyorsan kiderült, hogy a vállalkozók és a vállalkozni vágyó emberek azok, akik a leginkább motiváltak, akik leginkább változtatni akartak a helyzetükön a gyakorlatban, és én is sokkal szívesebben dolgoztam velük. Az egy jelentős előny volt a számomra, hogy a korábbi vállalkozásaimban minden egyes technikai lépést én csináltam. Én építettem az oldalakat, én készítettem a tartalmat, és én dolgoztam ki a megrendelési rendszert is. Amikor elkezdtem tartani a képzést, abból indultam ki, hogy ezt a tudást bárkinek gond nélkül át tudom adni. De annak ellenére, hogy sikeres vállalkozó voltam és valóban rendelkeztem minden technikai készséggel, eleinte komoly nehézséget okozott ugyanezeket az eredményeket hozni más piacokon is. Ezért is volt egy nagy fordulat ez a képzés az életemben. Nagyon gyorsan megindultak a dolgok, nagyon sokan akartak részt venni, nekem pedig meg kellett találni a legjobb megoldásokat több tucat piacon. Voltak éppen egyrészt nagyon hálás voltam a klienseimnek, hogy megszavazták nekem a bizalmat. Másrészt pedig tudtam, hogy ha valaki nem kapja meg a szükséges lépéseket a lehető legmagasabb színvonalon, lehetőleg gyakorlati példákon keresztül, akkor nem fogja tudni feldolgozni az anyagot. Ezért is töltöttem az elmúlt 3,5 év majdnem minden egyes napját azzal, hogy ezen a képzésen dolgoztam, folyamatosan fejlesztettem, és minden bizonnyal mostanra ezért érkezett rá több 100 pozitív visszajelzés. Az ebből a képzésből származó jövedelem mostanra havi 10,6 millió forint, ami nyilván egy óriási összeg. De fontos azt is megjegyezni, hogy az én munkámnak köszönhetően több vállalkozás indult el, mint több 10 milliárd forintos állami programokkal. A második bevételi forrás a passzív jövedelem. Ebben a pontban azokat a bevételeket veszem, amiknek a teljesítéséről én nem is szerzek tudomást. Tehát ezek úgy működnek, hogy bejön a pénz, és vagy automatikusan teljesül a rendelés, vagy pedig valaki elkezd dolgozni rajta. Ez mondjuk tartalmaz bizonyos szolgáltatásokat, amiket nekem dolgozó emberek teljesítenek. Értelemszerűen őket ki kell fizetni, tehát a költségek magasabbak, viszont nekem egyáltalán nem kell foglalkozni vele. Vagy tartalmaz olyan képzéseket is, amikhez nem tartozik közvetlen segítségnyújtás. Tehát annak idején felvettem ezeket videóra, nyilván hosszú időt kellett összeállítani őket, de mostanra egyáltalán nem kell dolgozni velük. Az ehhez hasonló forrásokból származó összes jövedelmem jelenleg havi 4 millió 200 ezer forint. Egy idő után az ember észre szokta azt venni, hogy már nincs szüksége több pénzre. Tehát nem cserélne el egy extra munkaórát extra 100 ezer forintra, mert nem tudnám mire elkölteni. Ilyenkor kap fontos szerepet a passzív jövedelem. Ami ugye egy idő után akár a teljes megélhetésedet is fedezni tudja, és egy megnyugtató dolog az, hogyha van egy bármilyen váratlan költség, akkor azt nem olyan pénzből fizeted, amiért órákat kellett elcserélned, hanem ami passzív jövedelemből van fedezve. A harmadik bevételi forrás a webshopok. Az elmúlt hónapokban az energiám nagy részét arra fordítottam, hogy elindítsunk 4 új saját márkát. És valószínűleg butaság most megosztani az eredményeket, mert ezek közül több még el sem indult, tehát pár hónappal később minden bizonnyal nagyságrendekkel magasabb lesz ez a bevétel. A lényeg, hogy ugye nagyon sok emberrel dolgoztam együtt a vállalkozásaikon, és építettem egy sor példavállalkozást, hogy konkrét lépések legyenek előttük, de nyilván nem maradt időm arra, hogy működtessem is ezeket. Viszont ahogy elkezdtem egyre több embert felvenni a csapatomba, úgy egyre egyszerűbbé vált a működtetés, és az elmúlt években egyre elterjedtebbé és olcsóbbá váltak az úgynevezett fulfillment szolgáltatások, amik kezelik az ember raktárkészletét és kiküldik a rendeléseket.
ezeket a vásárlóknak. Ugye a tanácsadói tevékenységem nem jár különösebb költségekkel, éppen ezért az év végén mindig marad egy nagyobb mennyiségű profit. Na most én azt szeretném tisztába tenni, hogy én azt nem élem fel, hanem ez ott gyűlik a számlámon, és ezt fektetem be más vállalkozásokba. És így, hogy ezt mostanra már időben nem jelent nekem több elfoglaltságot, így el tudtam kezdeni ezt a pénzt felhasználni új elkereskedelmi márkák építésére. Lényegében azt csináltam, hogy egy új jövedelemforrást építettem egy meglévő tudással, tehát ezekből a készségekből 2-3 különböző módon is tudok profitálni. Jelenleg ez a jövedelemforrás havi 2,9 millió forintot hoz be árbevételben, de ahogy említettem, ez minden bizony a következő hónapokban lényegesen bővülni fog. A webshopokban az a jó, hogyha egyet fel tudtál építeni és átlátod a folyamatokat, akkor semmi nem tart vissza attól, hogy 2-3-4-et is tudj üzemeltetni. Az én célom az, hogy legyen egy teljes portfólium különböző online vállalkozásokból, amiket egy profi csapat kezel, és így 4-5 ember akár 10 vállalkozásnak a működtetését is el tudja látni. A negyedik bevételi forrás a partner kapcsolatokból származik, amit ugye affiliate marketingnek is hívnak. Az elmúlt években sikerült egy nagyon nagy közönséget kiépítenem vállalkozói érdeklődésű emberekből, és emiatt nagyon sok partner megkeresést is kaptam különböző szolgáltatóktól. Általában úgy szoktak működni a dolgok, hogy a klienseim kapnak egy nagyobb kedvezményt, de időnként én is kapok egy jutalékot a szolgáltatás árából. Például tárhelyszolgáltató vagy online bankkártyás fizetési szolgáltató is van, aki jutalékot fizet nekem, és úgy gondolom, hogy a jövő év során ezt még lényegesen ki tudom bővíteni. Például kézenfekvő a számomra ajánlani az Audible hangoskönyv szolgáltatót, hiszen így is rengeteg könyvet szoktam javasolni, és ez egy olyan szolgáltatás, amit én is lassan 5 éve használok. Ők majdnem 5000 forintot fizetnek azért, hogyha valaki egy ingyenes próbára regisztrál az én linkemen keresztül. Jelenleg ez havi nagyjából 350.000 forintot hoz be, ami nem különösebben sok a többi bevételi forráshoz képest. De egyrészt nem igazán foglalkoztam vele eddig, másrészt pedig tényleg semmi tennivalom nincs vele. Hogyha belegondoltok, ez megegyezik egy kiadott lakásnak a bevételével, és ahogy mondtam, ezt még jelentősen bővíteni is tudom a későbbiekben. És végül itt vagyunk az utolsó bevételi forrásnál, a YouTube-nál, amivel kapcsolatban rengeteg kérdést szoktam kapni, hogy mennyi pénz jön be vajon a megtekintések után, hiszen a csatornámon mostanra több mint 1 millió megtekintés gyűlt össze. Szerencsére ez egy olyan dolog, amit egy kattintással pontosan meg tudok mondani. A csatornám teljes léte alatt az összes bevételem 209 forint és 37 fillér volt. Ugye a csatornám nincsen reklámokkal monetizálva, ez a bevétel is abból származik, hogy egyszer véletlenül egy videót átállítottam. De a kis bevétel is bevétel, és nagyon sok kérdés érkezik ezzel kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen be akartam tenni a bevételi források közé, hiszen sokan azt gondolják, hogy ez egy reális megélhetési lehetőség. Szeretném jelezni, hogy ez teljesen tévút. Egyszerűen sokkal jobban jár az ember, hogyha ezeket a közösségi média platformokat, mint a YouTube és az Instagram, arra használja fel, hogy a vállalkozása köré tudjon építeni egy közönséget. Könnyen felmerülhet a kérdés, hogy ha egyszer több mint havi 10 millió forintot keresek, akkor miért nem vásárolok szuperállampapírt, vagy ingatlanokat, vagy részvényeket, hiszen ezek klasszikusan olyan dolgok, amikben sokan fektetik a vagyonukat. A válasz egyrészt az, hogy a legtöbb bevétel, amiről eddig beszéltem, nem hozzám, mint magánszemélyhez érkezik, hanem a vállalkozásomhoz, így az a vállalkozásomnak a vagyona. Több lehetőség pedig nem érhető el vállalkozásként, vagy nagyon máshogy működik, vagy pedig egyszerűen annyira bonyolult, hogy nem éri meg elkezdeni foglalkozni vele. A válasz második része pedig az, hogy sokszor látom, hogy valaki sok pénzt keres egy olyan dologgal, amihez ért, utána azt a pénzt beleteszi egy olyan dologba, amihez nem ért. Például van egy vállalkozó, aki elkezd ingatlanokat vásárolni, és ezen sok pénz bukhat időnként. Nekem nincsen szükségem több bevételre, ezért nem zavar az, hogyha elesek attól a havi nagyjából 3-400 ezer forinttól, amit ezek a befektetések teljesen passzívan tudnának hozni. Cserébe pedig ott van az a pénz egy likvid tőkeként a vállalkozásomban, és fel tudom használni arra, hogy új vállalkozásokat tudjak indítani. Ha érdekel az az egy készség, amire az én egész vállalkozói pályám, és lényegében így a teljes jövedelmem épült, akkor mindenképpen regisztrálj arra az ingyenes online webinára, amit hamarosan tartani fogok az értékesítési szövegírásról. A regisztrációhoz szükséges linket meg fogod találni a leírásban. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, őszintén remélem, hogy nagyon hasznosnak találtad. Hogyha így van, akkor mindenképpen tegyél rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Addig is a legjobbakat!